A koronavírus járvány igen nehéz helyzetbe hozott számos ágazatot Magyarországon. Ez alól a mezőgazdasági vállalkozások sem kivételek, amik számos negatív gazdasági hatással kénytelenek szembenézni. Számukra nyújtanak segítséget azok a támogatások, amiket a kormány június végén hirdetett meg. A mintegy 25 milliárd forintos támogatásra pályázhatnak a mezőgazdasági termelők, termelői szervezetek, az élelmiszerfeldolgozást végző vállalkozások, a dísznövénytermesztő vállalkozások, valamint a baromfi, illetve sertéstartó. A baromfi és sertés ágazatot állatlétszám alapján lehet igényelni a támogatást. Egy viszonylag összetett számítási metodika alapján végül is az elektronikus felület, ahol be kell adni a támogatási kérelmet, ott mindenkinek kiszámolja, hogy mennyi járhat neki ezzel a támogatással. Segítséget igényelhetnek még a hallgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások és a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők is. Ők egyszeri bruttó 500 ezer forintot kaphatnak dolgozónként. A támogatás odaítélésénél több tényezőt vesznek figyelembe. Minden cégnél megnézik azt, hogy ő ebből mennyit kapott, és mennyit igényel, mennyi támogatást. Van egy felső keretösszeg, amit ráadásul kapcsolt vállalkozásokra is kiterjesztenek. Tehát, hogyha egy cégnek összetettebb a tulajdonosi szerkezete, kapcsolt vállalkozásai is vannak, akkor összességében nézik az ő támogatásaikat. A háromszakaszos program következő részében a méhészek, az anyanyúh és az anyatehén tartók, a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők és a zöldségtermesztők nyújthatnak be támogatási kérelmet. Nekik erre július 27-ig van majd lehetőségük.